Rekordszámú hozzászólás és több órás vita előzte meg a 2020-as miskolci költségvetés tárgyalását. A büdzsé tervezésekor a fő irányvonal a város működési egyensúlyának biztosítása volt. A közgyűlésről Budai Gábor tudósít. Köszöntöm a híradó nézőit. A közgyűlés legfontosabb napirendi pontja a költségvetés volt, amelynek kapcsán elhangzott, hogy a legfontosabb a város működőképességének a fenntartása. A 2020 évi költségvetés 40 milliárd 105 millió forint forrással számol, ebből a működési költségvetési bevételek összege 34 milliárd 50 millió forint. Az önkormányzat fejlesztési feladatainak megvalósításához összességében 90 millió forint hitelfelvételét irányozza elő a költségvetés. A Miskolc Holding cégei közül az MVK ZRT, amelynek a város 4 milliárd forinttal tartozik, nagyságrendileg 1 milliárd forint többlet támogatást kap. A város közbiztonsága a költségvetésben is prioritást élvez, a miskolci önkormányzati rendészet számára ennek megfelelően jelentős összeg 708 millió forint áll rendelkezésre. Az egészségügyben a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet kiadásaira a költségvetési javaslatban 744 millió forint szerepelt, szociális területen a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 4 milliárd 766 millió forintot fordíthat kiadásaira. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 1 milliárd 222 millió forint támogatást használhat fel, az oktatási ágazathoz tartozó óvodák működtetésére összesen 3 milliárd 766 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben. A Fidesz-KDNP tiltakozott a Miskolc Holdingnál bejelentett 95 fős létszámleépítés miatt. A Velünk a Város frakció szerint a cég átvizsgálása során kiderült, hogy sok alkalmazott ugyanazt a munkát végezte, feleslegesen felduzzasztott létszám volt eddig. Az MVK ZRT-vel fennálló közszolgáltatási szerződés módosítása is napirenden volt. Ennek értelmében április 1-től a 44-ből 6 vonalat érintően járatszám csökkentést, míg a bérletek és jegyek vonatkozásában május 1-től 10%-os tarifaemelés várható. Kedves nézőink, ez történt ma Miskolc város közgyűlésén. Én ezzel visszaadom a szót a hírstúdiónak.